szeretettel köszöntöm a Karcefem stúdiójában Novoszát Péter közgazdász egyetemi docenst. Köszönöm, hogy eljött. Egy évvel beszélgettünk éppen a választásokkal, az országgyűlési választásokkal kapcsolatban, és hát azóta nagyon sok minden változott, és sajnos nagyon sok minden nem. A nagyon sok minden változott, azok egy egy részére is igaz az, hogy sajnos, meg, meg arra is, hogy, 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 hogy ami, ami nem. Szóval a helyzet csak fokozódott, az az érzésem, Ugye, ha visszatekintünk az elmúlt hétre, nagyon sok minden történt. Ugye, most, amikor ezt a felvételt készítjük, a közben még tart a szípeknek a budapesti tanácskozása. Tehát erről nem tudunk beszámolni, mert ugye mi pénteken veszük ezt fel, és majd vasárnap este kerül adásba. És hát sok minden más is volt, de ami nekem most leginkább így, hogy mondjam, nagyon. Fiskálja a csőrömet, hogy tegnap ö, volt egy tanácskozás, vagy valamilyen esemény, ahol ö, szó volt arról, hogy 19, 10, 2024 végére már be, lehet vezet, be lehetne vezetni az eurót. Na most, amit az euróval kapcsolatban ö, ö, egyáltalán szó volt az utóbbi időben, és bocsánat, és ez egy ilyen, most nagyon bennem van ez, hogy ezt így, így előhozom, és utána nem fogok ennyit beszélni, mindig megpróbálom megígérni így a műsor elején, de annyira felbuzdultam ezen tegnap este, amikor ezt a hírt láttam az, az mt ben hogy megtaláltam önnek egy 2021. október 6-án a Magyar Nemzetbe írt elemzését, a címe már nagyon sokat mond, ártalmas az euró a legjobban eladósodott országok a közös fizetőeszköz használják. És akkor még annyit, itt van egy ilyen kiemelt rész, az euróövezet nem vált optimális valutaövezeté, ahogyan azt létrehozók annak idején tervezték, ezért nem tud olyan a kereskedelem által integrált közösségként működni, ahol a négy szabad mozgás elve érvényesül. Az euróövezet versenyképessége nagyon rosszul áll a globális versenyben. Én nem vagyok közgazdász, ez laikusként olvastam, de magamévá tettem ezt, amit ön itt leírt, de ezt nem csak ön írta le, ez volt az általános, hogy mondjam, mi oldalunkról az általános vélemény, és ezzel teljesen egyenletet érteni, és ezért lepett meg most ez, hogy a, azt hiszem még ráadásul a költségvetési tanácsnak a, az elnöke Kovács Árpád tette ezt a nyilatkozatot. É, bocsánat, az, a, a, hogy ez egy kibudjan belőlem, de átadom a szót. És akkor most tényleg megpróbálok lakatot tenni a számra, de bocsássa meg az indulatomat. Nem, nem, ez hát pont ez a célja a annak, hogy hát olyan dolgokat megbeszéljünk, amik indulatot ö, Kavarnak. Először is szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást. Számunkra megtiszteltetés. És a nagy teljenni. szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Igen, hát pontosan ez az izgalmas, hogy, hogy most akkor változik a világ, most milyen irányba változik, és nekünk ott mi lenne igazából a mi érdekünk, és mi lenne a számunkra kedvező. Meg kell mondani, hogy odáig vissza kell mennem, hogy mindenki értse azért, hogy én nagyon szeretem Lámfalusi Sándort, és ma is példaképnek tartom. Ő Őt mond, de, mondják az euró atyának, de ő nem egészen ezt találta ki, ami megvalósult. Hát, ha, jól, ha én laikusként abszolút. jól értem a Tehát dolgot. Ez a... Ö, ezt szeretném igazán kivejteni, hogy kapuvár szülöttje, tehát magyar származású nemzetközi legis elismert híres közgazdász, ugye, akit Ero atyaként tisztelünk, nem véletlen, mert ő készítette elő az Eró bevezetését, és hát hagyj ne mondjam, hogy akkoriban az erró. Fai Uniónak az egyik fő stratégiai eszköze lett volna az ERO, azért, hogy megerősödjenek gazdaságilag és versenyképességbe ezek a, az országok. Na most, ahogy nagyon körülnézünk manapság, akkor azt kell látnunk, hogy a régiók versenyképességével, vagy a régiók között nem, hogy nem erősödött meg az Európai Unió, és ezen belül különös az Eurózóna országai, hanem kifejezetten azok a leggyengébb országok ma, és a legtöbb adósságot cipelik, és ez egyébként egyik oka annak, hogy a versenyképességük az igencsak kevés, mert hogy elsősorban a forrás lehetőségeiket kamat törlesztésre és hiteltörlesztésre használják, ahelyett, hogy, hogy nagyon jó fejlesztéseket, innovációkat vezetnének be, illetve az embereknek legalább a, a jólétének a romlását, mert most már nem beszélhetünk sajnos az Európai Unióba és az Eurózónába az életszínvonal javulásáról. Tehát én egy kicsit azon is meg vagyok hökkenve, amikor politikusok képesek azt mondani, hogy, hogy nekünk az Európai jólétet kell bevezetni, hiszen mindenütt csak azt látjuk, <tört> hogy rosszabb rosszabbik lesz. lesz, ugye? <tört> és hát most, most, most akkor akkor kövessük őket, amikor egy rossz irányba megyünk, és e, e, ezt kéne nekünk lekövetni. És többek között sajnos számomra az ERO bevezetése ennek egyik nagyon fontos pontja van, több másik a szerkesztő célzott itt a, a cépakra, ami most van, ugye migráció, jó és hát háború, és egyebek, tehát ezek, ezek nem, nem a jólét javításátnak az eszközei, és nem abba az irányba mutatnak, amit egyébként, hagyj idézek egy másik általam, szintén tisztelt közgazda Kopácsi Sándor, aki szerette volna Magyarországon meghonosítani, Hát ő is sajnos beletört a bicskája, de ő, ő azért keményen küzdött, az emberek legyenek a középpontban. Uh -huh. Hát kérem, egyébként kevesen tudják, hogy József. Joseph... Én még beszélgethettem uh -huh. vele egy műsorban. Hát uh -huh. szerencsés volt szerkesztő úr, mert én nagy tisztelője vagyok. Én igazából csak hallgattam előadást. Tehát személyesen nem volt alkalmam. De a mai napig hagyj, ha idézem ezt vissza, mert ez egy nagyon fontos, mert a fiatalok, és én, én most már azt látom, ugye, mint egyetemi oktató, hogy a fiatalok azok nagyon fontosak a jövő szempontjából, hogy ők hogy gondolkodnak, hogy élnek, és akarnak egy gyereket vállalni, vagy éppen családot alapítani, mert ma már ezek sajnos kérdések és azért jut eszembe Kopácsi Sándor, mert ő volt, aki a legnagyobb lökést adta a maga módján ennek a lakásépítésnek a kalákában. És aztán egyszer csak jöttek itt kőkemény közgazdászok, mert akkor betört a globalista világ, Hát, hogy ne mondjam, Megyesi Péterre, Vámosi Szabolcsra, és Kupa Mihályra sokan nem emlékeznek már, de akkor jöttek az adótörvények, és az nagy adóinvázió, hogy hogyan lehetne még több adót bevezetni, és lehúzni a vállalkozókat és a lakosságot, és sajnos ez annak a egyébként rendkívül jó mozgalomnak, ami az a kaláka építés, tehát hogy az emberek összefogtak, és amikor a család ugye egyesült valahol, és új lakást akartak, létrehozni, akkor hát ahhoz folyamodtak, hogy ki mihez ért. Tehát aki ács volt, az a ács dolgokat csinált, a kőműves, összefogtak, és építkeztek, és neki fogtak. Mm -hmm. És nagyon sok lakás épült ekkor, csak kevesen emlékeznek rá, ezért szeretnek mindenkit emlékeztetni erre, hogy, hogy bizony volt egy ilyen, és akkor épült a legtöbb új lakás Magyarországon, kis családi ház aki ilyen családi jellegű. Nem lehet azt mondani, hogy ilyen szuper luxus vicilók de akkor is a megéltés szempontjában egy család alapítás, vagy egy elindítás szempontja, ez óriási volt. És jöttek az adótörvények, áfa, ami után ugye, és akkor rengetek mindenféle kötelezettség, és ezt az egész folyamatot úgy, ahogy van, derékbe törte. Hmm. És azért, azért szimpatizálok vele, hogy ez egy folyamat volt, és ez nagyon kedvező volt akkor. Na most Magyarországon azóta elterjedt, főleg egyes közgazdászok azt vallották, most is voltam országos TDK-n, János Egyetemen, ahol több dolgozat próbálkozott azzal, hogy otthon teremtés. Mert teljesen jogos az igénye fiataloknak például, hogy, hogy szeretnének saját otthont. Mert hát elindítanak egy új életet, és akkor nyilván szeretnének új lapokat lehelyezni, letenni egy új kis családnak az alapjait, és akkor miért, miért van, és akkor jönnek a nemzetközi összehasonlítás, hogy Magyarországon túl sok a magántulajdonú lakás. Hát kérem szépen, ez egy, Jaj, egy borzasztó. Ez, ez, ez megint, egy, megint egy őrület, amitől Égen, ki tetszik igen. váltani bennem újabb indulatokat. Igen, nem ez, is ezt váltotta ki alapvetően, mert én szerintem ez abszolút nem baj, ha sok a magántulajdonú lakás, Nyilván mobilitás szempontjából nehézkesebb egy saját tulajdon lakással helyet változtatni, amit ma már megkövetel a világ. De nem biztos, hogy ez a fő problémája a magyar lakásrendszernek, hogy értsük, biztos lehetnének bérlakások. Jó, tehát, most most mondok mondok, mondok egy például, hogy most egy ilyen de. új dolog. A szomszédunkban költözik egy, hát körülbelül korunkbeli házaspár. A közelben egy, béreltek egy lakást egy társasházban, és hát most a, annak a lakásnak a tulajdonosa, akitől ezt bérelték évtizedek óta, az most olyan helyzetbe került, hogy eladta ezt a lakást. És az új tulajdonos az nem akarja, hogy ott ők legyenek, hanem be akar költözni ebbe a lakásba, és erre kellett keresniük egy lakást, ha ebbe belegondolok abba, jó, én egy ilyen megrögzött ember vagyok, hogy szeretem, hogy ez a papírom itt van, az a papírom ott, és ez nekem egy szörnyű dolog lenne, hogy fölkavarnák az én dolgaimat. De most belegondoltam abba, hogy tegnap láttam őket hogy most akkor el kell onnan költözni. Jó, hogy találtak a közelben egy másik lakást, de ez, ez, szerintem valami borzasztó dolog. Meglete. Jó, ki tudják fizetni azt a lakbért, és így, amit most az új helyen kérnek tőlük, de akkor is ez egy szörnyű, ez én érzésem szerint. Csak bocsánat, megint nem, nem, Ilyeneket nem, ezek a, a fontos, nem, én azt gondolom, hogy és őt azt vallom nagyon régóta arcfajétikám, hogy a példák, esetek, azokat kell. Jó, tehát pontosan. nem baj, hogy elmondok ilyeneket. Nem, nem, mert sőt, minél több ilyennek kéne lenni a köztudatban, mielőtt valamit újra szabályoznak, vagy új szabályozás. És akkor egy kicsit térjek vissza. Ja, ott abban, hogy azt mondják, hogy túl sok a magán tulajdamulat. Igen, 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 tehát nem. szerintem ez hibás, nem lenne baj, ha még épülne, már csak azért is mert kiderült, hogy a lakások állapota, meg egyáltalán lakások száma az igényekhez, meg a, a családoknak a fejlődéséhez képest alacsony. Tehát igen igenis jó lenne több új lakást építeni, ehhez megfelelően kedvezők finanszírozást teremteni, és persze az is egy megoldás, és én azt azt is pártolom, hogy legyenek bérlakások, és ezek is épüljenek. Uh -huh. Valahogy nem épülnek. De hozzáteszem ezt, amikor én körülnéztem, és erről írtam, egyébként egy elég részletes tanulmányt, akkor azt tapasztaltam, ez másütt is probléma, sőt az EU-ba azóta a helyzet, még, még 2011-ben írtam erről, rosszabbodott. És hogy visszatérjük a, a, egy kicsit az Euró problémájára, kevesen ismerik azt a szintén, egy Európai Unió adtak ki annak a a makrogazdasági egyensúlytalanságok. Évről évre kiadják, hogy melyik ország mi a pénzügyi helyzete. Na most annak ellenére egyébként az adósságállományuk az folyamatosan növekszik. Összesen két ország van, akinek csökkent, ez Dánia és Ciprus, de az összes többi az horribilis mértékben növekedett. Na most... A... Most ennek a... Bocsánat, én nem ismertem ezt az adatsort, tehát hogy máta Ciprusnak és Dánia. Ugye? Dánia, ez, ez a két kis ország. Oca mennyisége csökkent, vagy ez a bizonyos ráta, amire mindig szoktak hivatkozni? Ők az a kivételek, hogy náluk nem a ráta csökkent, hanem maga az adósságállomány. Tehát ez egy nagyon fontos különbség, mert ugye a terhek is ehhez kapcsolódnak. Tehát uh -huh. lehet, hogy a ráta az, az javul, de közben meg egy adott esetben a kamat fizetés és a hiteltörlesztés költség egyre növekednek. Na most egy kicsit bemutatom egy másikat. Ez a bizonyos makrogazdasági egyensúlytalanság elemzés, ez évente készül az EU-ba. És ők nem csak az államadóságot nézik meg, hanem megnézik azt is, hogy gyakorlatilag mi a. A vállalkozások adóssága, meg a háztartásoké. Mm -hmm. És mi a lakáshelyzet? Tehát mi az piac? Ott, ott mi a lakások elérhetősége? És kérem szépen, nem csak Magyarországon van ebbe a tekintetbe sajnos baj, hanem az egész Európai Unióban. És úgy látom, hogy hogy font az Eurózóna ebbe a legkellemetlenebb, mert egyrészt a háztartásoknak az eladósodottsága is borzasztó magas, és növekedett az utóbbi időben. Tehát egyrésztre az államnak is a nagy a forrás lehetőség. Tudjuk, hogy, hogy mindig szűkülnek, mert a nemzetközi helyzet fokozódik, ugye Virág már megmondta régen a tanú című filmben, azóta is így vagyunk, és hát gyakorlatilag, de csak azt látjuk, hogy ennek hatására államadóság az növekszik, növekszik a vállalkozások adóssága, és ebbe például az Eurózóna országai rosszabb helyzetben vannak, illetve azok az... Nálunk az... is rosszabb helyzetben? Igen, pontosan ez a lényeg, hogy akik nem léptek be az ERO övezetbe, tehát az ERO övezetbe tartozó országok, azok gyakorlatilag ma rosszabb helyzetben vannak egy csomó olyan mutatóba, amelyeknek meghatározzák egyrészt az ő makrogazdasági fejlődésüket, és egyáltalán korlátozzák. Tehát az, hogy hogy a államadóság, a vállalkozások adosság, a háztartás a magas, ez eleve forrásokat von el. És honnan van el, elsősorban onnan, amelyeket ugye elvileg azt mondjuk, hogy a jólét érdekébe teremtődnek. Mm. És hát hozzáteszem, hogy Lámfalusi Sándorra megint vissza emlékezve, ő nem így gondolta, hanem Ezt úgy Jó, megrakadom az alkalmat, ő mit szeretett volna, és mi az, amit, amit az ő elképzeléséből megtorpedóztak? Hát ő gyakorlatilag úgy gondolta az egészet, hogy egy nagyon erős, fejlődő, versenyképes Európai Uniót szeretett volna. Ehhez akart eurót rendelni. Ő egyébként akkor már kimondta azt, hogy azért kell, ha egy régió versenyképességét akarja növelni, ahhoz saját valutára van szüksége, és egyébként az egységes piacon keresztül azt megteremtjük, akkor sokkal egyszerűbb lesz ezt közösen, együtt működve, kooperálva növelni. De sajnos, ugye itt hát szembe jöttek már akkor bizonyos másik régiók érdekei, hagyj nem mondjak, az Egyesült Államok dollár érdekei. Érdekes, mint ha ezt akartam volna kérdezni, hogy ne, ne találtál, nem az Atlanti óceán túloldaláról jöttek közben igen, ilyen érdekek, igen, Igen, hát gyakorlatilag, és elkezdődött, azt mondták, egy euro dollár háború. Uh -huh. Hozzáteszem, ez mai napig folyik, ez a háború, de ennek a háború... De mások meg azt mondják, hogy tulajdonképpen az euró önmagában nem is létezik, ez a dollárnak egy ilyen al... Tudom én, mit csodálja, ez nem egészen. Ez azt jelenti, hogy igaz, de, a, a háborúban. De abban igaza van szerkesztő, hogy teljesen. Én, én csak kérdezem, nem, nem értem. én, nem értek hozzá. Hogy alárendelődött. Én és nem. ezért mondják ez, sokan ezt azt, meg. hogy ahogy az Európai Uniót a vezetői alárendelték az Egyesült Államok politikai, hatalmi és profit érdekeinek, ezt egyre inkább látjuk az infláció. során amit most már sokan csak Grid Inflationnek, vagyis mo Hóság, áremelésnek hívnak. Erre majd térjünk vissza. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez egy jó lenyomata annak, hogy hogy működnek bizonyos dolgok a nemzetközi folyamatokban, de az a lényege, hogy gyakorlatilag az ERO ahelyett, hogy megerősítette volna a régiónak a szerepét, ehelyett mondhatjuk úgy egy ilyen közös adósság gondozó intézményé vált, uh -huh. ami hát lehet pejoratíve mondani, tehát én mindegyfajta, egyfajta. Ugye én fizetem a te adósságodat, amit te pazarolsz, vagy, vagy nem megfelelően szerveztél meg, vagy közpénzügyek terén, és ezért folyamatosan növekednek az adósságai, de nem csak neked egyébként, hanem növekszik, ugye mondom, a vállalkozásként. És nagyon érdekes, hogy hogy azok az országok kívül maradtak az Eurózónából, ott ezek a folyamatok nem ennyire uh -huh. működtek. Nálunk is vannak növekedések időnként de szerencsére ezekben az országokat ezt nem érinti. És én, mint közgazdász azt mondom, hogy ez a veszély, hogyha mi esetleg beállnánk, mert valahogy a mai a működése az generálja az eladósodást és a versenyképesség romlását. Na most Franciaország talán az egyik legjobb példa, ahol egyébként a napokban minősítették le, pedig sokan azt mondták, hogy Franciaország az egy olyan mondhatjuk így, hogy, hogy Szentehén, ahol nem lehet a hitelminősítőknek ezt a nagyon magas besorolását, ami nálunk több fokozott a van, még mindig így is, de mégiscsak hozzáfogtak is. Lám mikor, amikor egyébként sokak által üdvözlik, még Magyarországon is egyébként ezen egy kicsit meg vagyok hökkenve, hogy a nyugdíj korhatárt emelik, és egyébként olyan szabályokat kívánnak bevezetni, sőt bevezettek a parlamentet is megkerülve, ugye Macron elnök, hogy 43 év a minimum elvárt munkavégzési idő, ugye nők 40, bocsánat, hogy célozgatok erre, hogy legalább 43 évet kell mind a férfiaknak és a nőknek dolgozni ahhoz, hogy egyáltalán nyugdíjt kaphassanak, vagy legalábbis teljes jogosítványt szerezzenek. Na most, ha van egy intézkedés, ebben egyébként nagyon jól látszik ez a furcsaság, amit támogatnának, és pont azok a körök, akik ott ezeket a globális tényezőket igyekeznek kiszolgálni a maguk módján és akkor visszaminősítik, mert egy ilyet befejezetet, hát óriási sztrájkok vannak a mai napig érthetően egyébként, mert hát a, ez, ezek szerint nem jóléti intézkedés, tehát azért nézzük meg azt, hogy, hogy hova vezetett az, hogy, hogy valaki ott van, és, és milyen, milyen korlátok, megszorítások azok, ami miatt ő nem tud igazából olyan pályán fejlődni, ahogy ezt Lánfalosi úr elképzelte annak idején, hogy majd az ERO zónába tartozók, akik az ero alkalmazzák, azok egyre jobban és erősebben tudják fejleszteni a gazdaságukat, versenyképességet, mi több az emberek jólétét. És csak azt látjuk, hogy az utóbbi időben egyre több tömegtüntetés van, és enneknek az a fő konfliktus forrása, hogy az emberek jóléte, és az embereknek a, az életszínvonala, életkörülményei romlanak, és nem kizárólag csak a szegények ki, vagy éppen a nyugdíjasok akik mondjuk a, a, leg... a középosztály hátránya, hanem ez mindenkire Minden. egy bizonyos kivétellel, azokra, akiket csak mm -hmm. azt szoktam mondani, akiknek nem kell adót fizetni, vagy oh. nem fizetnek adót Igen. saját hajlandóságok régen. Egy régebbi tanulmány, amiről már egy korábbi műsorunkban beszélünk, az adó rés alakulása Magyarországon és az EU tagországa, ez 2010 közt 2019-ig vizsgálta olyan, mert tulajdonképpen erre utal akkor, hogy aki nem a... Igen. Most a franciországi helyzetről egy picikét hadd, mondjam, hogy egy más, régebben egy műsorban foglalkoztam, ez egy eredetileg Franciaországban 65 év volt a nyugdíjkorhatár, majd jött egy kommunista, nem kommunista, hogy kell mondani szépen, hogy szocialista elnök, aki úgy nyerte meg a választást, hogy azt mondta, hogy ő lecsökkenti ezt 62 évre. Megnyerte a választást, le is csökkentett, és ebbe belerokkant a francia gazdaság. Most próbálnak valahogy visszamenni. Ez a másik pedig, hogy a parlamentet megkerülve de sokunk, sokszor szoktunk hivatkozni rá, és hát nagyon tiszteljük is De Gaulle tábornokot, amikor ő volt az elnök, ezt az intézkedést ő vezette be, mert kormányozhatatlanná vált a nagy demokrácia hazája, ugye Franciaország, és bevezette azt, hogy az évente négyszer hozhat olyan intézkedést, amikor figyelmen kívül hagyja a parlamentet. Ez egy darabig ment, és aztán utána elkövette azt a nagy hibát, hogy szeret volna visszakapni az Egyesült Államoktól a francia aranykészletet, és akkor erre megkapta a 68-as diáklázadást, és valahogy kimászott abból, de aztán utána, utána végül mégiscsak, csak mennie kellett, és nem sokkal utána meg is halt. Tehát tulajdonképp ez a történeti háttere ennek, tehát kivételesen most egy normális dolgot akar a, akar a francia elnök, de de, de, hát ez persze, ugye nem akarják. persze vitatkoznék Jó. a maga módján, tehát itt azért egy komoly háttérszámítások, meg az emberek igényeit sokkal jól inkább figyelme kell venni, mert hozzáteszem, persze egyensúlytalanság van a Franciaországban, a leminősítés ennek szól, és elsők között van az adósság Mértékének a növekedésében. Ezt megdöbbentem, hogy a százalék, vagy valami igen van. 100 fölött van, maradjunk ennyibe. Ezt még sikerült is csökkenteniük, és valószínűleg ezeknek a hatására fog csökkenni. Na most azért hozzáteszem, itt sokféle dolgot, itt is óriási különbség, hagyd mondjam el francia eset, és nyugdíj, ugye, nyugdíj egyik kedvenc témám, erről is írtam könyvet, hogyha összehasonlítok különböző országokat, mind a franciák fejlettek, de vegyük Közép-Európát, mert mi egyszer csak Közép-Európaiak vagyunk, és sokkal kevésbé fejlettek, akkor első körön hozzá kéne tenni azt is, hogy mennyi a várható élettartam, ugye, mert azért nem mindegy egy nyugdíjkorhatár emelésnél, hogy mennyi, és a még egy dolgot, mennyi a várható egészséges élettartam. És ezt megnézik, itt óriási különbségek. A franciáknak csodálatos egyébként, és a mai napig azt kell mondjam, hogy követendő az a családpolitika, amit ott folytatnak. Tehát ha hiszik, ha nem a hallgatók, de a mai napig az állam, ha valakinek gyereke születik, és ezt ellenőrizzék, ha ez tényleg így van, akkor biztosít egy főszemét, akit az állam fizet, aki segít a kismamának kimosni, főzni, gyerekre vigyázni, és hogy közben adott esetben pár órát pihenhessen a kismama. Most ez egy olyan különlegesség, ami azt mutatja, aminek a, az a következménye, hogy ma a az európai országok között a legmagasabb a termékenységi ráta Franciaországba. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy ők innen indulnak, és ez, ez ez egy nagyon barátságos légkör, és ők erre azért figyelnek, mert ezért küzdöttek, hogy ezeket a elérjék. Tehát ezeket a vívmányokat, és azt is, hogy a adott esetben lehet szó, közgazdaságilag ez lehet nagyon is hogy indokolt, főleg ha az ország sajnos más okok miatt egy rosszabb gazdasági helyzetbe kerül, és lyukas a büdzséje, mint Franciaországnak. De azért én azért kérdőjelezem meg ennek az intézkedésnek a jogosságát, mert lett volna még mit megnézni, csökkenteni, esetleg nem a lakosságot érintő intézked. De ez egy, ez egy sztereotípia megint a, a globális liberális világban, hogy először, hogyha valami pénzügyi helyzet van, amit egyébként sokszor globális tényezők okoznak, mert nyomják a hiteleket ezer számra, aztán egyszer csak megemelik a hitelek kamatait és törlesztő részleteit, és utána megmutogatnak, hogy elsősorban a lakosságot tessék, megszorító intézkedésekkel terhelni. Tehát, Jó, ezt tehát ez a, ez Jó. A, ez a része Elfogadok. az amivel én vitatkozok, de Jaj. egyébként meg jogos, hogy rendbe kell tenni, a, a, és nincs rendbe. És a másik és tudni az, az, hogy, hogy kirontott kirontotta el ki rontotta, szerint is a, a, lehet a, tudni, melyik elnök. Le, lehetne, le, igen. Le. Tehát, Na most e, a, igen. az egy érdekes dolog, hogy amit elmondott az euróval kapcsolatban, hogy miért ne. Ez számomra, mondom laikusként, számomra azt mutatja, hogy ez egy olyan, mint az egyszer egy. Hogy lehet akkor az, hogy komoly közgazdászok mégis, az, mégis ennek az ellenkezőjét mondják, és időről időre előjönnek azzal, hogy vezessünk be az eurót? És be lehetne már most vezetni, be lehetne jövőre vezetni, és így, és előjönnek ezeket. Mi az oka ennek, hogy nem értem, hogy hogy nem lehet ezt átlátni, hogy mi történt az euróval, a ahelyett, amit akartak veled csinálni a lámfalusig, és tehát mindez, amit ön elmondott, ezek után még hogy akad valaki, aki a nevét adja ahhoz, hogy, hogy legyen euró minél hamarabb? Nem, 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 nem. de hát ön a hát, körben. sajnos az a helyzet, hogy vannak érdekkörök, akiknek ez óriási hasznot hozhatna, és az, hogyha az ország még inkább eladósodik, és hogy látjuk, hogy ahogy adósodnak, mert azért ki, ki, ki az, aki ebből hasznot hoz? Hát tegyük fel a kérdést, nagyon uh -huh. egyszerű a válasz, akik a hiteleket nyújtják, uh -huh. és utána a feltételeket egyébként időnként megszigorítják. Tehát most is egyébként, és akkor már ismerjük a folyamat lényegét, a forgatókönyveket, hogy igen, vegyet fel a hitelt, mert abból majd jókat tudsz fejleszteni, és akkor jobban fog robogni a gazdaság. Hát most teljesen takaréklángon van. Hát nézzük meg az erózóna növekedését. Olyan jó az az, az erózóna, Zóna, akkor hol a növekedés, és miért nem fejlődnek olyan ütembe, mondjuk, mint Kína és India, akiket, bocsánat, Kínát kimondtam, már ki se szabad mondani. Miért Itt ebben a műsorban? Hát nem csak ebben a műsorban, ne. más helyen is, és most már lassan megszűnnek kínai tanszékek és hasonlók. Nem, hogy nem jön kínai egyetem Magyarországra, hanem lassan már ezzel foglalkozó embereket is, tehát hogy úgy mondjam, nem hogy megtűrnének, hanem már lassan tiltó listára kerülnek, de hát szóval igen, egyet hagyd mondjak ehhez, Kína ugyancsak harcol, mint a régió, egyik legjobb a növekedése, ez egyet hat tegyek hozzá, ők ereltetik legjobban egyébként, hogy a dollárt háttérbe kéne szorítani. Ez egyébként a legnagyobb baj az Egyesült Államoknak, hogy a, a Yuan, vagy ahogy ők nevezik, Remimbi, az befolyásra kerüljön, és minden tevékenységüket, amit végeznek, és másokkal kötnek szerződéseket, ezt most át akarják irányítani. Már hosszabb ideje erősírtam egyébként egy cikket, amikor a kínai egybank elnökéről annak a filozófiájáról a magyar nemzetbe thank <laughs> you akkor ezt írtam le, hogy tudatos stratégiájuk, hogy így próbálják a Kínát, és vele együtt egyébként az ázsiai országokat is felemelni, és a világgazdasági pozícióját megerősíteni, és gyakorlatilag elsősorban az Egyesült Államokkal ők kerültek konfliktus helyzetbe, és ma már ez azt is mondhatjuk, hogy a, a egy világuralmi harc, mert hogy ugye többen már azt mondják le, hogy innovációba is kezdik megelőzni az Egyesült Államokat, ugye űr stratégia mm. és hasonlók. Tehát nyilván van ennek szerepe, tehát a közös valuta az egy fontos dolog, hogy megerősítse. Ezt az ázsiaiak is nagyon jól tudják, amerikaiak is jól tudják. Tehát ha valaki nem képes a saját valutáját megerősíteni, és ezáltal a gazdasági pozícióit javítani, akkor elveszti az értelmét gyakorlatilag. Akkor, akkor nálunk nem az eurót kéne bevezetni, hanem rögtön a dollárt. Mert az az erősebb valuta. És akkor akkor ismerjük el, hogy a harc eldőlt, és köszönjük szépen, akkor ettől kezdve, és ö, egységes rendszer lesz, csak dollár alapú. Uh -huh. Ugye? Tehát mi mit gondoltunk el, és ezért támadják. Tehát franciákat azért, azért is hoztam szóba, mert ezért most nagyon támadtak. Sokan azt írták le egyébként, múlt heti cikkbe olvastam, hogy ez egy büntetés, amit most a Fitch Rating leértékelése. Ez nem szól arról, hogy milyen a helyzet valójában, a pénzügyi helyzet, hanem ezt azért adták, mert Macron elnök kiment Kínába, és utána nagyon keményen hangot adott annak, hogy az Európai Unió szuverenitását jobban meg kéne erősíteni, és elsősorban az Egyesült Államokkal szemben, mert onnan bizony kaptak az utóbbi időben elég nagy globális pofonokat, ha csak hadi... Hát a tenger alatjáró üzletet A tenger üzlet, és, és legutóbb amiről nem nagyon beszél még a, a, a sajtónak ez na, a Akkor mondjuk se, el gyorsan. Mert ez sőt, a cépakon sem szerintem fog szóba esni, pedig ez egy nagyon fontos, érdekes kérdés. Na. A vám. Kérdések, amiket most itt a háttérben, körülbelül olyan titkosságot tárgyalnak, hogy Amerika bevezetett igenis patrióta és egyébként protekcionista intézkedéseket, aminek a fő kárvalótja mondjuk ki az Európai Unió. Uh -huh. És persze írtak nekik, hogy az ez mégse szép dolog, meg jó dolog. Ez körülbelül ugyanannyi volt, mikor meg a Macron, meg a a németek is tiltakoztak, hogy hát jó-jó, hogy LNG gáz, de hát ez a többszörösébe kerül, azért ez nem olyan barátságos dolog, hogy az orosz gáz helyett most már LNG gáz kapunk. Értjük, tehát a gazdasági pozíciói, azok kifejezetten kedvezőtlenek, és az Európai Uniónak saját magának kellene tudni megtalálni a, a megoldásokat, és erre kéne az egész erről vezetett de sajnos nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy folyamatosan alárendelődik, veszít a versenyképességeiből, és ennek az a hatása, hogy a jólét most már kifejezetten megkérdőjeleződik, és mondom, tömegtüntetések Németország, Spanyolország, Franciaország nem arról szólnak, hogy a jólét jaj de jól növekszik, és dübörög a gazdaság. Nem. Egyre rosszabbul teljesít, és ennek az a sajnos a, a következménye, hogy egyre többet romlik, és a jóléti intézkedéseket érik ezek a megszorító intézkedések. Tehát lehet adott esetben nyugdíj korhatárt emelni. Egyébként az Európai Unió alapokmányaiban is benne van az, a nyugdíjjal foglalkozókba, hogy mindig hozzá kéne igazítani a várható élettartamhoz a nyugdíjkorhatárt. Mm -hmm. Tehát amit hát ez könyvek, van a segélyek meg hasonlók, és ez már nagyon régóta, tehát az, hogy a bajnai kormány idején, Ilyet léptek, ez, ez egy EU álláspont volt, és uh -huh. ők csak végrehajtották, ahogy most a franciák is gyakorlatilag. És ezért hát veszik ők örömmel, hogy egy ilyen lépésre szánták el most magukat, minden előzmény dacára. De most új, új, új a. a, a a rendszer, és ezért. Na most nekem ezzel ez a bajom, hogy hogy nem a versenyképességet javítja, se a vállalkozásoknál, se a ö, lakosságnak a helyzete nem fog jobbulni, javulni, akkor mit várunk tőle? Uh -huh. Tehát előbb ezeket meg kéne teremteni, tehát, és az, hogy olyan rendszerek jöjjenek létre, hogy azt lássuk egyébként, aki már benn van az erózónába, az legyen példaértékű, hogy igen, hát már megyek is, és rohanok, hogy még nem vezettem be. Hát De mindenki én... próbál, akinek van eszem, és nincs benne, még az próbál menekülni valami módon. Hát nem mindenki hát. menekül, mert ott is az, hogy milyen befolyás, tehát a játék folyik, ugye látjuk az Európai Unióba, mert azért kecsegtetnek, tehát próbálnak megvenni politikusokat döntéshozókat, szakembereket, megutasztatják őket, stb. stb. Azért látjuk, hogy ezek a rendszerek, ezek nagyon is működnek. Hát most ugye Kvatarról is kiderült, hogy a, a legjobb munkaügyi jogbiztonság és feltételek vannak. Értjük? Tehát persze lehet ilyeneket mondani. Különös. De az Éva Káli már szabad, már nem szabadlában van, hanem már otthon kell lennie, de nem a dutyiban. Igen. Hát szóval a, e a és, számára... És mindenki így ezzel, ki lesz és, mosva és, és igen, és valahogy a, a, ezek a profitok, ezek továbbra is hozzájuk mennek. Nézek közben az órámra, és valami nagyon fontosról beszélnünk kell, mert hát ugye uh -huh. már említettük, lényegében megvilágította az, hogy a kamat, a hiteleknél ugye pont a kamat kamatköltségek azok, amelyek folyamatosan emelkednek, Igen. és hiába megsz, ilyen-olyan megszorítás, de végül a, a költségeket följebb tudják nyomni valami láthatatlan dologra, és ugyanígy tulajdonképpen szót volt arról, hogy az infláció, és egy ilyen fölírta magamnak, kapzsiság világi infláció, vagy hát, valahogy így lehet, hogy már... megígértem itt a hallgatóknak, a műsor közben, hogy erről beszélünk még, úgyhogy Aha. kérem, hogy ezt Csak. Hát ez is egyik körülmény. Jó, bocsánat, ami... még előtte egy ilyen. Tehát amikor ugye elkezdődött ez az infláció, akkor még nem volt ukrán háború, hanem akkor ért véget a, az világjárvány. Azt mondták, hogy most már amiért megszorítás, vagy amiért ilyen elzárás véget ért, és hirtelen e, semmi nem változott e, abban, hogy milyen termelési költségek lennének. Hirtelen amiatt, mert volt a járvány, amiatt iszonyatos e, áremelkedést, iszonyos inflációt indítottak el, de ez megint csak egy ilyen hozzámosonó laikus álláspontja, úgyhogy kérem, hogy tegyen egyre engem vagyok. Akik nem, nem, így nem, nem szerkesztő úr, az a helyzet, hogy ezt mindenki érzékeli, tehát ezt nem lehet nem létezővé tenni. Hát mindenki a bőrén érzi, bemegy és látja az árak alakulását. Tehát ez annyira hogy mondják a bőrünkön érezzük, hogy, hogy ezt nem lehet letagadni, hogy milyen árak vannak, és nem kell ez visszamenni, vagy a statisztikai hivatalt nézni. Na most, ami meglepő viszont, hogy most már olyan körök is elkezdték ezt vizsgálni, hogy mi okozza? Hát persze értelő, mert olyan mértékben megnőtt a, az infláció, és hozzá teszem, ez mindenkinek a jövedelmét, beleértve a lakosság, vállalkozások, mindenkit érint. Na most kiderült az, hogy nem a bérinfláció okozta, tehát a bérek emelkedése az országok többségében, hanem gyakorlatilag a profitok emelkedtek a nagy cég, a hipermarket láncok. Tehát a hipermarket láncok egy jelentős része, az egyre nagyobb profitokra tetszett. Meg ezt kihasználták, ezt a helyzetet, ezt a háború okozta energia költségemelkedést, erre hivatkozva már mindenki emeli az árakat, emelte az árakat, és kiderült, hogy ennek az lett a következő, az extra profitok, azok megnőttek elképesztő mértékben. És hozzáteszem, most legutóbb épp a múlt héten olvastam erről a, egy nagyon jó elemzést, amik azt mondja, hogy akár az is állhat, bár ez még nem tény, hogy meg kéne vizsgálni sokkal alaposabban, hogy egyes multinacionális cégek például az otthoni profitjuk romlását próbálják úgy kompenzálni, hogy ezekben a kevésbé erős országokban, ahol nem olyan jók a hatóságok és az ellenőrzék, ott még nagyobb emelkedés, hát itt Magyarországot talán hmm. ki is emelhetjük. Hát mi még vonatkozik az, amit az előbb Franciaországgal kapcsolatban mondtunk, hogy, vagy utalt rá, hogy egy ilyen Franciaország büntiben van, hát mi meg aztán mi szintén büntiben lehetünk ezek szerint. Ilyen De nem csak mi, hanem minden ilyen kis, kevésbé fejlett ország, mert érthető, hogy ezek óriási kockázat a hatalom számára, a regnáló hatalom, mert az emberek egyre elégedetlenebbek, jogosan, ez az elszabaduló árak, és ez, ezek óriási szorítást jelentenek, és nincs is én semmi én nem, mondom, óriási préselést jelentenek, Préselészt. bocsánat, hogy Igen, és a jóléti rendszerek omlanak össze, kérem szépen, és az embereknek az életkörülményei romlanak. Hmm. Na most ezt elkerülendő, ugye próbálják hogy néz ki ez? Emlékszik valaki még a pénzügyi válságba, hogy itt voltak külföldi bankok, és a, a magyarok meg a közép-európai embereknek a, az eladósodásába csinálták a profitot? Hogy nem emlékszem. Ugye? És akkor ezt, ezt transferálták az anyaországba, hogy és ezzel mentették az ottani vezetők a pozíciójukat, mert otthon bizony ezt nem tudták megengedni, mert ott keményebben léptek fel az emberek, most már Németországban is, de azért mondok egy-kettőt, Belgium, Dánia, stb. És ott, ott bizony nagyon komoly hát, hogy mondják, következmény, jogi következmény, ha valaki rontja az árut, szalmonellás termékeket, Hetente bejelentenek, hogy ezt hívtam vissza, meg azt, mondta, meg ilyen, meg olyan kárt okozó termékek, és maga az áremelés is a, a szolgáltatás rontása. Értjük? Tehát, ha ugyanazt a terméket, ami semmibe se lett jobb, többszörösébe kerül, és egyébként a előállítás költségei, vagy a szállítás költségei nem jó, és egyébként meg fölmerül a kérdés, akkor minek szállítgatjuk ide-oda, össze-vissza a repülővel, akár a, a déli gyümölcsöt, meg hasonlót. Értjük? Tehát, vagy a, a disznövényeket, ugye? Ami egyébként ja, a környezetet is tönkre vágja, az egész klíma politikát. Hát maga a klímapolitika is egy, hála Istennek már ő. valahol megkondították azt, hogy ez egy, ez egy, teljesen mesterségesen kitalált dolog. Erre is a járvány adott, járvány adott egy nagyon... Egy Ezzel vitatkoznék, példát. sajnos van emberi tényező, és csak egyet hagy mondjak, a szóval fegyverkezés, a legnagyobb amelyik Jó, én, én érvöm, rontja a klímát. Én érvem ezzel kapcsolatban volt megint a járvány. Nem ez volt a cél a járvány kirobbantásával, ezzel a vírusnak az elengedésével, de ugye le minden leállt. És mit mutattak az amerikai, nem, nem, kínai, meg nem, orosz műholdfelvételek, hogy több lett a zöld a földön, több, sokkal nagyobb lett a levelezettség. Ilyen. Nem volt emberi kibocsátás, mert mindennek állnia kellett. És a széndiokszid kibocsátással mi történt? Növekedett! Ezek szerint akkor azoknak a tudósoknak van igaza szerintem, meg ez olyan, olyasmi, mint amit az euróval kapcsolatban tetszett mondani, hogy akik azt mondták, hogy igen, van klímaváltozás, mint ahogy a föld történetében mindig is volt, ilyen, olyan, amolyan, de ebben az emberi behatás az nem biztos, hogy olyan, plusz amellett mellett egy valami egész biztosan nem okozza ezt, az a szén-dioxid kibocsátás. A szén-dioxid kibocsátásnak következhet, köszönhetjük azt legalábbis az én időmben, ez az általános, általános iskola hetedik osztályban volt tananyag, annak köszönhetjük az életet a Földön. Bocsánat, csak ez megint. Hát mindig olyanokat mond, amit utána ez kihozza itt Erre belőle. egy picit kell reagálnom. Na, csak kis Ré... idő van. Igen, részben egyetértek szerkesztő ura, de sajnos az ember nagyon sok szennyeződést növekedett, és elsősorban én a, például azt, hogy a fegyverkezés az utóbbi időben rendkívül módon megnövekedett. Jó, És a, annak a, a, az ökolábnyoma a legnagyobb. Jó, ezzel és a egyet... ház tehát, teljesen Tehát például egyetért. ezzel a háborút nonsensnek tartom egy, egy igazi klímavédőnél. Az ellen kéne tiltakoznia első körön, hogy az álljon meg, és ezzel ezek a tevékenységek. Jó, Már bocsánat. Ezzel teljesen egyetértek. Nagyon köszönöm, hogy eljött, és külön köszönöm, Én hogy köszönöm. ilyen. De... Komolyan beszélgethettünk mindenről. Köszönöm szépen. Novosát Péter közgazdás egyetemi docens hallották. Én köszönöm szépen.